Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Recreation magazin, én pedig Mayer Krisztina vagyok. Mai alkalommal úszásról, hosszú távúszásról fogunk beszélgetni vendégemmel. Nyitrai Orsi 12 évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni az úszással, azóta 73 nyílt vízi rendezvényen és 13 hosszú távú medencés úszópróbán vett részt. Minden évben átúszza a Balatont, és rendszeresen részt vesz a porecsi tengeri nyíltvízi úszáson. 10 év alatt 17 távot teljesített, volt olyan év, hogy egymás után kétszer úszta le az 5 kilométeres távot, majd levezetésképpen még benevezett egy másfél kilométerre. A nagyatádi Cetrend elnevezésű 10 kilométeres úszópróbát eddig 8 alkalommal teljesítette, ezáltal örökös Cet lett. A 12, illetve a 24 órás úszóversenyek rendszeres résztvevője csapatban, de a 12 órás úszóversenyt egyéniben is teljesítette már 2 alkalommal. Ezen kívül pedig úszott már 20 kilométert is egyhuzamban. Ma az ő történetét ismerhetjük meg. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, és nagyon-nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Na, hát hogy indult ez a nagy szerelem az úszással kapcsolatban? Mi volt az első igazi jó élményed? Gyerekként én úsztam nem versenyszerűen, ez abba maradt sajnos, és felnőttként nem tudom, milyen indítatásból mozgás hiányom volt, és elkezdtem úszni. Adatok jöttek, hogy a Balatont át kellene úszni, nyílt vízen megpróbálni magam, és akkor indultam el Almádiban egy 2 kilométeres úszáson, és porecsi utazást láttam, és Porecsba egy csapatot, aki szervez nyílt vízi úszást, így velük elmentem tengeri úszásra. Ez egy nagyon jó élmény volt, és tulajdonképpen ez határozta meg a további úszásaimat, és kerültem talán ide, ahol most vagyok. Nagyon, nagyon klassz csapathoz csatlakoztam, tehát mind sport és mind társaság is elindított ezen az úton, talán így tudom mondani. Tehát elindult egy ilyen nagyon nagy szerelem az úszás felé, és úgy tűnik, hogy most már úszol klóros vízben, sós vízben, édes vízben. Van ezek között az úszások között különbség? Mondjuk melyik, amit a legszívesebben vagy legjobb szívvel úszol? Különbség van, de nehéz megmondani, hogy melyiket szeretem jobban. Nyilván a nyílt víz, amit elsődlegesen jobban szeretek. Más a Balaton, más a tenger. Tehát a tengerben a sós víz az egy hátrány, mert amikor már 3-4 órája úszunk, akkor sajnos az igen nehéz tud lenni, és már néha érzem azt, hogyha még sós víz megy a szám, akkor már nem fogom kibírni. Viszont sokkal könnyebb sós vízben úszni, mert jobban fenntart. Persze ott is lehetnek nehézségek, hullámok, medúzák, áramlatok, amivel az ember találkozik, amire nem számít, de hát egy nagyon nagy élmény tengerben úszni. Ellentétben a Balatonban vagy folyókban nincsenek ilyen akadályok, de nagyon jó ott is. Tehát ott viszont a sós víz az nincs, és más szépsége van. Hát a Balaton ugye a mi tengerünk, tehát az én azt gondolom, hogy egy alap, hogy gyönyörű helyen úszhatunk. A medencének pedig más talán a hangulata. Ott inkább az ember jobban tud az úszásra koncentrálni, kevésbé a külső környezetre. Igen, mert ott tulajdonképpen szoktam mondani, hogy a csempéket számoljuk, de tulajdonképpen ott a kilátás ugyanaz, ugyanazt látjuk hosszú-hosszú időn keresztül, még nyílt vízen azért lehet nézelő. Biztos sokan kérdezték már tőled, hogy nem unalmas mondjuk egy 6 vagy egy 12 órás úszóverseny, vagy amikor 10 kilométert, 20 kilométert úszol egyhuzamban. Van valami, amivel szórakoztatod magad közben? Ez egy nehéz kérdés, mert a nem unalmas, hát vannak pillanatok, amikor az ember elunja és várja a végét, de meg kell találni fejben, hogy mi az, amivel le tudom kötni magam. Én igyekszem ott lenni a medencében, tehát hogy nem az életem dolgaival foglalkozni, hanem azt így kizárni, és ott úgy megélni azt a versenyt, azt a kihívást. Próbálok mindig ilyen mérföldköveket beállítani magamnak, hogy jussak el a 5 kilométerig, a 10-ig, mikor állok meg frissíteni. Én mindig próbálom egy kicsit így magamat motiválni, hogy legyen erőm és kitartásom. És próbálok mindig ott lenni a medencében, fejben is, tehát, hogy nem az egyéb dolgok. Említetted a frissítést, hogy lehet ezt egy ilyen hosszú táv esetén megoldani a vízben, mit tudsz enni vagy inni, mire van lehetőséged? Medence szélére lehet kirakni az ételt, italt, amit az ember szeretne majd fogyasztani. Hát alapvetően nagyon nehéz az étkezés, mert ugye utána menni kell tovább úszni, és ha az ember megenne egy jó kiadós ételt, akkor utána az úszás közben nem biztos, hogy
jó hatással lenne a gyomorra, úgyhogy inkább ilyen banán, csoki, szőlőcukor, ilyenekkel lehet frissíteni, ami 12 órán keresztül elég nehéz, tehát hogy az ember úgy vágyna egy kicsit már más ételekre is, hát az inni az könnyebb, tehát azt bármit lehet, és akkor a medencébe megállunk, és ott tudunk enni, inni, falatozni. Említetted, hogy egy társaságnak is a tagja lettél az úszásnak köszönhetően, ez a Tó-tenger folyó egyesület. Mesélnél erről? Hogy kerültél ide? Hogy érzed itt magad? Mit jelent ez számodra? Igen, ők a 2009-ben, akikkel elmentem először Porecsba, egy számomra ismeretlen társasággal lehetett busszal ugye kiutazni, és egy nagyon vidám csapat, tehát a fiataloktól a tulajdonképpen az idősebb korosztályig bárki volt a buszon, tehát egy elég széles korosztály, és nekem nagyon tetszett, hogy egy célunk van, motivált emberek, mindenki máshonnan jött, más a foglalkozása, de ugyanaz a dolog élteti, hogy menjen, úszon, érezze jól magát, és tulajdonképpen ők így barátok is lettek, tehát velük így kapcsolatban maradtam, és máig is tartó barátságok alakultak ki, nagyon sok közös programot, kalandot éltünk át. Hoztál is ezzel kapcsolatban fotókat? Tehát nem csak az úszás, hanem akár közös utazások, szilveszteri, újévi csomagolások, hogy azért a víznél maradjunk, de igen, tehát, hogy van például, akinek a 20. úszását együtt csapatba úsztuk át, a 20. Balatonát úszását Csaba bácsinknak, ugye, és ezek mind összekovácsolják a csapatot itt is, és sokkal jobb ugye együtt elmenni egy ilyen rendezvény. És hogy jött ezek után az egyéni 12 órás úszás gondolata? Ha jól tudom, az egy éjszakai úszóverseny, tehát este 7-től reggel 7-ig folyamatosan vízben vagy. Milyen élmény volt ez számodra? Hát hogy jött? Ugye 10 kilométer volt a legtöbb, amit úsztam előtte, és hallottam, hogy vannak ennél hosszabb versenyek is. Hát a határaim feszegetése vezérelt, hogy mi az, amit meg tudok csinálni. Tehát a 12 órásnál nem volt terben, hanem a 20 kilométert szerettem volna megcsinálni, ami óraszámba rövidebb lett volna nekem, csak arra nem tudtam végül elmenni. És a nevezésemet átvihettem a 12 órásra. Így jött, hogy akkor elmegyek a 12 órásra. És az volt a tervem, hogy a 20 kilométert leúszom, és nekem annyi elég, és kijövök a vízből, ha le tudom úszni a 20 kilométert, mert abban se voltam biztos, mert ugye a 10 után a 20 azért az egy elég nagy váltás, és ennyit edzeni nem tudunk, tehát úszodában nincs idő arra, meg egy átlagembernek az életében, hogy olyan sok órát edzen. És hát elmentem a 12 órásra, örültem, ha a 20-ig elérek, és szerencsére a 20 kilométernél annyira jó ponton vagy formában voltam, és bíztattak is az emberek, hogy nem jöttem ki, tovább mentem, tehát végigúztam a 12 órát a kisebb pihenőkkel, és így lett 23,5 kilométer az úszásom. Fantasztikus élmény, amikor az ember megcsinál egy olyat, amire így sose gondolt volna, hogy sikerülhet. Az igazi sikerélmény, hiszen túl teljesítetted még azt a 20 kilométert is, amit elterveztél. Hogy bírtad az elmúlt egy évet, amikor azért nagy részt végig szinte zárva voltak az úszodák, elmaradtak a nyári úszórendezvények? Mit csináltál? Hát az első hetekben nagyon nehezen bírtam, mert sétálni meg tornázni kezdtem, ami nem volt túl intenzív nekem, úgy az előtte levő életemhez képest, és egy hónap után elkezdtem kerékpározni. Az tulajdonképpen helyettesítette azt az intenzitást, és nyáron azért lehetett valamennyit úszni, úgyhogy nem is volt annyi rendezvény, de valamennyit tudtunk úszni. És ugye hát az ősztől megint nem lehetett, úgyhogy ez a kerékpár az, ami pótolta a új szerelem. Ami új szerelem is lett, de nem akarom elhagyni, se viszont az úszást megszeretném. Uh-huh. Van most valamilyen célod, álmod, terved az úszással kapcsolatban idén nyára? Nyárra, hát ami lehetőség lesz, azon részt venni, tehát ami nyílt vízi úszáson, amit megrendeznek, részt venni. Nekem még maradt egy beteljesületlen tervem, amit úgy gondolom, hogy meg tudnék majd valósítani. Ez egy 25 kilométer lenne egy 12 órás úszáson, de hát majd meglátjuk, mert ugye itt most az elmúlt egy év alapján vissza kell hozni ahhoz egy olyan szintet, hogy az bírja az ember. És hát azért az országnak nagyon-nagyon sok medencéjében jártál már, ismered a csempék számát. Szikszón voltál-e már a szikszói úszodában? Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megnézd, és hogyha van kedved, akkor csobbanj is egyet. Szeretettel köszöntünk a szikszói úszodában. Nem, rendben. Ez jó hír.